sárga szezonban érdemes ezt a zöldséget minél változatosabban és minél több formában fogyasztani, erre mutatok most egy ötletet. Ez egy sült spárga lesz, ennek pont az lesz a különlegessége, hogy a spárgát a megszokott eljárással szemben, amikor általában ugye gőzölni vagy párolni szoktuk, most sütni fogom. Ugye ez most annyira nagyon szép, zsenge, vékony zöld spárga, hogy ezt igazából nem kell nagyon hámozni. Ami nagyon fontos, hogy a végénél a picit fásabb részleket érdemes róla letörni, úgyhogy ilyenkor szerintem a pucolás helyett a hang a legárulkodóbb, ugyanis itt a végén körülbelül olyan 2-3 centi szokott lenni, amit érdemes letörni róla, és itt semmi másra nem kell figyelni, csak a hangra figyeljenek, csak... és ennyi igazából. Úgyhogy ott, ahol hallatszik, hogy szépen, kényelmesen letörik, ott érdemes leszedni, és igazából az ennyire zsenge spárgánál mindössze ennyi a pucolás. Na, ezzel el is készültünk, és ennek az elkészítési eljárásnak az lesz a különlegessége, hogy a spárgát sütni fogjuk. És ez nagyon-nagyon hamar elkészül, fantasztikusan finom, ugyanis egy pici pörzsanyagot kap ugye majd a sütés során, és nagyon hamar el lehet így készíteni, szerintem nagyon-nagyon rá lehet erre kattani, úgyhogy ha ki fogják próbálni, akkor remélem legalábbis szerintem nagyon fogják szeretni. Egy sütőpapírral érdemes leteríteni a tepsit, erre jönnek a spárgák. És egyrészt egy pici olívaolaj természetesen, ugye valami kis zsíradék kell, hogy szépen meg tudjuk sütni. Aztán egy pici só és bors. Így. És a spárgára ezen kívül még rálocsolunk egy egészen kevés olvasztott vajat. Ugye ennek köszönhetően tényleg extra édes és extra finom lesz majd az íze. Így. Illetve egy egészen minimális csipet cukorral is megszórjuk, tényleg nem kell sokat használni, csak annyit, hogy úgy minden szárat szépen egyenletesen befedjen, ugye azért ez nem nagyon szokatlan, mert például, hogyha spárgát gőzölünk vagy főzünk vízben, ugye abba is egy pici citromlevet és egy pici csipet cukrot is érdemes tenni. A sütési hőfok az elég fontos ennél, nagyon forró sütőre van szükségünk, tehát olyan 220 fokos sütőre, és nyilván a spárga vastagságától függően, ez ugye nagyon zsenge, nagyon vékony spárga, körülbelül 15 perc alatt nagyon szépen meg fog sülni. Az nagyon fontos, hogy nem akarjuk ugye teljesen puhára szétfőzni, hanem azt szeretnénk, hogy ropogós maradjon, de kapjon egy kicsi, szép kis pörzsanyagot. Miközben a spárga sül a sütőben, addig előkészíthetjük az összes többi hozzávalót, ami tulajdonképpen egy feltét lesz. Ugye ez az elkészítési mód, ahogy most ajánlom önöknek, ez egy ilyen flamand-francia házasság. Francia konyhában nagyon sokszor úgy tálalják, hogy egész egyszerűen tojás sárgáját, illetve kemény tojást ráreszelnek a spárgára. Ez a mimóza módra elkészített spárga. A flamandoknál ott pedig ugyanezt a kemény tojást összekeverik mindenféle dologgal, olvasztott vajjal, kis citromlével, petrezselyemmel, ezt a kettőt házasítom most. Illetve, hogy még egy pici füstösséget is kapjon, ugye azért kicsit édeskés, és kellemes lesz a spárga rajta, ez a vajas petrezselymes tojás, és szerintem nagyon hiányzik hozzá egy sós íz, úgyhogy ezt a békönnel fogjuk majd bele csempészni. Úgyhogy egy kevés felkockázott vagy felcsíkozott békönt egyszerűen ropogósra sütünk. Ugye ennek kell azért némi idő, úgyhogy miközben ez történik, még egy dolgot, illetve kettő dolgot fogok előkészíteni. Az egyik, hogy még további vajat olvasztunk fel, ugyanis azt is össze fogjuk forgatni majd a kemény tojással, illetve a petrezselyemmel. Úgyhogy ezt szépen egy kis nyeles lábosban itt meg lehet tenni, miközben sül a békön. Sőt, hogyha azt szeretnék, hogy ez az egész tényleg nagyon intenzív legyen, hát mindenképpen nagyon intenzív lesz, ugye annyira sok különböző íz lesz majd benne, akkor én azt ajánlom, hogy a vajat akár egy picikét le is lehet pirítani, ugye ez az úgynevezett barnított vaj, a francia konyha nagyon sokat használja, tulajdonképpen mindössze annyi történik, hogy a vajat egy kicsikét lepirítjuk, tehát ezek a kis tejzsír darabkák szépen karamellizálódnak, ilyen kis barna pöttyök keletkeznek benne, és extra édes és nagyon-nagyon finom, kicsit ilyen enyhén dió ízű lesz az egész. És akkor közben pedig haladunk a kemény tojásokkal. Kemény tojás, ami, hát hogyha ügyesek, akkor nem teljesen kemény, hanem érdemes mondjuk olyan 7-8 perces tojásokat főzni, úgyhogy egy picikét azért a közepe még lágy legyen. És a tojásokat vagy egy kés segítségével, vagy mondjuk egy reszelő nagyobb lyukán egyszerűen egészen kicsire feldaraboljuk. Körülbelül 15 perc múlva
ugye a spárga pont így fog kinézni. Ezzel a sült spárgával is igazából az a legnagyobb baj, hogy nem lehet belőle eleget készíteni. Szerintem körülbelül fél kiló az két személyre elég, úgyhogy ha mondjuk nagyobb vendégségre vagy családnak készítik, akkor tényleg kétszer érdemes valószínűleg a tepsibe tenni. És akkor tulajdonképpen innentől kezdve már eléggé felgyorsul minden. Ugyanis, hogyha elő vagyunk készülve, tehát a főtt tojás az fel van vágva, akkor utána tényleg minden csak frissen hozzákeverünk. Ugye az olvasztott vaj az egyetlen, amit nem szabad túl hamar hozzáadni, ugyanis a vaj ugye visszadermedne, és pont azt szeretnénk, hogy egy ilyen nagyon lágy, kellemes tojás feltét kerüljön majd rá. Egyébként ugye a spárga és a tojás azok abszolút klasszikus párosok, tehát akár egy sima rántottával a spárga fantasztikus, akár például a spárga mondjuk egy tökéletes budjantott tojással, tudják olyannal, amikor az ember megszúrja a közepét, és az a fantasztikus sárga láva kifolyik belőle, az is az egyik legegyszerűbb és egyben legnagyszerűbb spárgás étel szerintem. És akkor nézzük, haladjunk tovább ugye a tojással, ezzel a következő történik, ugye ami még mindenképpen lesz benne, ami talán első hallásra furcsának tűnhet, az néhány csepp citromlé, ami egy picikét könnyíti az egészet. Aztán természetesen só és bors, ugye arról ne feledkezzünk meg. Aztán a fűszerek közül még a szerecsendió az, ami fantasztikusan passzol hozzá, ugye tojásos ételekhez amúgy is, úgyhogy frissen reszelve. Aztán jöhet hozzá a petrezselyem. Egyébként még a zöld fűszerekből nagyon jól passzolna hozzá a schnitzling, azt bármikor lehet tenni hozzá. Tehát jöhet a kemény tojáshoz a finomra aprított petrezselyem, és végül, de nem utolsó sorban a főszereplő, ami hirtelen így összeköti ezt az ízkavalkádot, ami pedig nem más, mint az olvasztott vaj, és itt talán nagyon szépen ugye lehet is látni, ahogy ez a barnított vaj, ugye barnított vajnak hívjuk, nagyon szépen ilyen aranyszínű kis pöttyök keletkeztek az alján, abban van az igazi ízanyag, ugye olyan, mintha egy kicsit ilyen karamellizált lenne a vaj, nagyon kicsit édeskés lesz tőle, és igazi ízfokozó, úgyhogy szerintem ez az, ami igazán feldobja ezt az ételt, ami egyébként is nagyszerű. Úgyhogy ez jöhet hozzá, így. Tehát ilyenkor nem véletlenül pirítjuk le a vajat, hanem abszolút szándékosan, és ezzel rengeteg-rengeteg ízanyagot teszünk az egészbe. Ezzel egy gyors keverés, és akkor ez a barna vajas, tojásos, hát öntetnek mondjuk nem lehet nevezni, de tojásos feltét kerül a sült spárgának a tetejére, és ezt tényleg nyugodtan akár fehér spárgából is elkészíthetik, mind a kettőnek fantasztikus íze van szezonjában, amihez éppen hozzájutnak, azzal dolgozzanak. Ugye a Lidl piacokon mindig friss árut kapnak, úgyhogy tudnak ezekből válogatni, és spárga szezonban pedig minél többet fogyasszanak. A Lidl piacok egyébként hamarosan kiköltöznek a településekre és városokba, úgyhogy ha van kedvük velünk személyesen is találkozni, akkor ott nagyon sok szeretettel várjuk majd önöket. Szóval, hogyha a tojás rákerült, akkor még egyetlen egy dolog jön a tetejére, ami hát már tényleg nem tudom, hogy lehet-e még hova tovább fokozni ezeket az ízeket, de még egy kis békön is jön rá. A tetejére közvetlenül tálalás előtt még egy pici frissen örölt bors is mehet, az nagyon nem árt neki. És hát látják, hogy ugye egyszerű alapanyagok, villámgyorsan elkészíthető, elronthatatlan, igazi ízbomba, és hát spárga minden mennyiségben a szezonjában. Úgyhogy remélem, hogy ebben a formájában is kipróbálják, szerintem fantasztikus, jó étvágyat hozzá!